Sziasztok, Csorba Anita vagyok. A mai részben végre lerántam a lepet a konyhabútorról. Elkészültük ugyanis itt a Metrodom Babér utcai mintalakásában a konyha szekrénnyel, és ezt meg fogom nektek mutatni. Ha visszaemlékeztek egy kicsit a 3D-s konyha tervekre, akkor emlékezhettek, hogy fölment egészen a terv szerint a mennyezetig a konyha szekrény, hogy jó sok tárolóhelyünk legyen, illetve kapott egy ilyen kis 3D-s játékot is, hogy izgalmas megjelenése legyen. Az előző részben beszéltem nektek arról, hogy mikre érdemes figyelni a konyhabútor megtervezésénél. Ha még nem láttátok ezt a részt, akkor ide kattintva érdemes megnézni. Most pedig jöhet a lényeg, azaz a kész konyhaszekrény. Én nagyon szeretem a végeredményt élőben is, roppantul tetszik, hogy beépített mosogatógép nem látszik, illetve a hűtő is teljesen rejtett, gyönyörű a rejtett pult alatti fény, és ez a 3D-s játékossága is szerintem különleges hangulatot áraszt. Természetesen a többi helyiségben is nekikezdhetünk most már a bútorozásnak. A nappaliban sokat gondolkoztam, hogy kék vagy szürke kanapé legyen, végül egy gyönyörű kéket választottam, és egy szürke fotellel egészítettem ki az összhatást. Egy natúr földszínű szőnyeg került le a padlóra, és a 3D-s tervekhez megszólalásig hasonló dohányzóasztal került a tetejére. A színeket majd a dekorációval csempészem be, ezt egészen részletesen bemutatom majd a videósorozatom következő részében, úgyhogy most iratkozz fel a csatornámra, ha nem szeretnél lemaradni róla. A konyha és a nappali közé bekerült az étkezőasztal és két csinos szék. A hálószobában összeszereltük az ágyat, és egy fiókos ruhásszekrény kapott itt még helyet. Végezetül az éjjeli szekrény helyett egy dekoratív kis asztal került az ágy mellé. Minden helységbe felszereltük a világító testeket is, a nappaliba egy hatalmas gömb lámpabúra került, az étkezőasztal fölé pedig egy lógatós négyágú függesztéket helyeztünk el. Ha tetszett videóm, jelezzétek nekem egy lájkkal, és nem sokára láthatjátok egy hét múlva egészen pontosan a dekorációkról szóló részt, illetve a legvégső adást, amikor az előtte-utána állapotot kompletten megmutatom. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép kreatív napot!